Na, szevasztok srácok, szevasztok itt Facepapi, Facepapi, hát köszöntelek titeket újra itt a csatornán, és köszöntelek benneteket újra egy FL Studios kis bemutató videóban. Ha behallatszódik a fűnyírás, sorry, sorry, nem tehetek róla, de miattam nem fognak leállni, szóval ez van. Készen lett egy újabb track, a címét itt olvashatjátok, hogy I Don't Want To Love lett, hát igazából nagyon sejtelmes, hogy mi, meg hogy. Nem tudom miért ez jött kész, úgyhogy egy kis szövegrész, mert lett igazából ez a címe. Címeken mindig hadjában álltam egyébként. Nekem pont az is a legtöbb trackemnek egyébként. Tehát ami nem kimegy, hanem itthon van, és csak így nekem van az, annak nincs is címe, hanem nekem csak így számok vannak, nem találtok, hogy van így egy, és akkor egy per tízes projekt, meg ilyesmi, és akkor így évek lebontva, de nem tudom másnál, hogy működik nálam így, mert nem is tudnám őket számon tartani másképp, meg a cím az majd, azzal csak foglalkozok, mikor esetleg valamit kiengedek tényleg. Itt is volt már olyan FL Studios videó, aminek nem is írtam címet, vagy nem tudtam. Szóval készen van a track, ez már készen van. SoundCloudon kint van, ott is. Szóval meg lehet hallgatni. Hamarosan felkerül a Facepapi Musicra is, és hát most pedig kis bemutatóként láthatjátok, meg hallhatjátok, ez a legfontosabb. Szóval nagyon szépen köszönöm annak, aki veszi a fáradtságot és leírja, mit gondoltok róla, hogy tetszik, nem tetszik. Jöjjön a dal! Wimp, 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 wimp
Ja, egy kis infót akarok, mert többen írtatok, kérdeztétek videó alatt is, e-mailben is, hogy szoktátok, vagy láttatok már, hogy van itt nekem egy ilyen Boris Lead elnevezésű VST, amit, hogy ezt miből vagy hogy kevertem ki, és hát ezt akartam mutatni, szérumot használok hozzá, szérumból AB oldal kell, ezt gyorsan megmutatom, jó, szóval aki ezt most fogta és végighallgatta, és vette a fáradtságot, és közben ez a dolog érdekli, akkor figyelmes vagy, akkor ez is meg fog jönni. Bár alapvetően simán, ha csak megnyitod a szérumot, az így fog megszólalni, és ezen próbálunk segíteni. Teszünk rá egy B oldalt is. Lehúzunk egy oktávot. Direito. És körülbelül így tudna kinézni. Na, körülbelül így tudnak kinézni az, ami ki lett keverve, de meg tudom mutatni, és igazából, hogy ott pontosan hogy van, mert hát ugyebár azért kis időt töltöttem vele, mire én is kikevertem az egészet, itt meg így néz ki. Szóval így tudtok vele dolgozni. Na, úgyhogy remélem tudtam segíteni, ha igen, akkor nyomj egy lájkot, hogy hozd meg a barátaidra, remélem a dal tetszett, írd le a véleményedet, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jövünk legközelebb is, szevasztok, ciao.